Tavaly volt 5. esztendeje, hogy megalakult a lánymányoki székelykórus, ám a pandémia miatt az ünneplésre csak idén kerülhetett sor. A rendezvény arra is jó alkalom, hogy a környéken működő énekesek újra találkozzanak egymással, és megünnepeljék a székelység áttelepülésének 80. évfordulóját is. Ennek az évnek az eseményei lehetőséget teremtenek számunkra, bukovinai székelyeknek, a különböző egyesületeknek, székelyköröknek, hogy az ünnepségeink során megemlékezzünk erről a történelmi évfordulóról. Nyilván számot vessünk az azóta eltelt időszakról, és mindezt tesszük azért, hogy ne csak múltban tudjunk beszélni erről a népcsoportról, hanem a jövőben is, tehát minél több dolgot, identitást adjunk át a gyermekeinknek és azoknak a nemzedékeknek, akik utánunk következnek. A kerek évfordulók arra valóak, hogy megálljunk és értékeljünk, valamint célokat tűzzünk ki magunk elé, mondta Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. Mind a szövetség elnökeként is szorgalmazom, hogy ezeket az értékeinket minél magasabb szinten kell megőrizzük, akkor vagyunk hitelesek. És hát egy ilyen közösségi találkozó meg talán lehetőséget ad arra, hogy egy beszélgetésre, különösen most. A nagymányokiak azt mondják, kevesen hittek abban, hogy igazi közösségét tudnák válni, ám az elmúlt 5 esztendő bebizonyította, hogy a közös értékek mentén sikerre lehet vinni dolgaikat. Ezt bizonyítja, hogy a nagymányoki énekkar számos díjat és elismerést nyert az 5 esztendő alatt. Mindenhol csak arany kiemelt, a cinegen madára, Vas Lajos, annyira jön minden, hogy csak csinálni kell. Mert lássák, ha az ember dolgozik, akkor ott megy minden, akkor úgy is állnak hozzá. Ez az egy szerencsénk, hogy segítenek. A találkozón 9 együttes közel 200 énekesek köszöntötte az 5 esztendős nagymányoki székelyénekkart.